Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Sajnos van miről beszélnünk, mert hogy az elmúlt nap sem telt el olyan esemény nélkül, ahol a rendőrségnek közben ne kellett volna avatkoznia. Ezek között van egy, mondhatni, különleges is. Köszöntöm a kedves nézőket. Igen, a mindennapi rendőri munkába időnként rendkívüli események is vegyüldek. Ilyen történt egy tegnap is. Egy kertvárosi társasházból a Pécsi Rendőrkapitányság ügyeletére bejelentést tett az egyik lakó, hogy a lépcsőházból nem tud kimenni, mert a második emeleten az ajtó előtt egy nagy testű kutya van, szájkosár és póráz nélkül. Az állat senkit nem enged sem le, se fel a lépcsőházba. A kertvárosi őrs járőrei megkísérelték felkutatni a kutya gazdáját, de ez nem sikerült, és közben az állat egyre vadabb és támadóbb magatartást tanúsított. Amikor már az intézkedő rendőrök testi épsége is veszélybe került, kénytelenek voltak a nagy testű, körülbelül 40 kg súlyú dog-vizsla keverékű állatot elpusztítani. Később kiderült, hogy kié volt a kutya? Igen, a lépcsőházban vendégségben tartózkodott a kutya gazdája az egyik lakásban, és a kutyát ilyen őrizetlenül hagyta kint a lépcsőházban. Gondolták, őket legalább ne zavarja, de biztos vagyok benne, hogy közlekedési baleset is volt az elmúlt napon sok. Szerencsére nem volt sok közlekedési baleset, és olyan, ami rendőri intézkedést igényelt, olyan csak egy következett be. Ez egy személygépkocsi a Honvéd utcában a gyalogátkelő helyen elütötte az ott áthaladni szándékozó 57 éves pécsi gyalogost, aki könnyebb sérülést szenvedett. Sokan választják a megélhetésnek azt a formáját, ami nyilván könnyebb, de veszélyesebb, hogy nem maguk dolgoznak meg a javakért, hanem másoktól emelik el azokat. Ilyen is volt? Igen, tegnap három olyan lopás is történt, ahol az elkövető a nyitott ajtón keresztül minden ellenállás nélkül jutott be a sértett lakásába, illetve irodájába, ahol az alkalmat kihasználva feltehetően néhány másodperc alatt magához véve az értékeket feltűnés nélkül távozhatott. Az egyik helyszínről 160 ezer forint készpénzzel, máshonnan 50 ezer forinttal és iratokkal, illetve 60 ezer forintos mobiltelefonnal. Egy bikali családi házba pedig maga a sértett engedte be a két férfit, melyek közül az egyik elterelte a néni figyelmét, miközben a másik eltulajdonította a konyhai asztal fiókjában tartott táskát 154 ezer forint készpénzzel. Ez igen. A betöréses... Bocsánat. Van még? Igen, sajnos. Ajaj. A betöréses lopások során egy pécsi családi házba ajtóbefeszítés módszerével hatolt be az ismeretlen tettes, és műszaki cikkeket, ékszert tulajdonított el 100 ezer forint értékben. Nem távozott üres kézzel az a betörő sem, aki egy cserkuti családi házba az ablakon keresztül jutott be, készpénzt, ékszert és 200 darab golyóstollat vitt el, összesen 500 ezer forint értékben. Gépkocsi feltörés egy esetben történt, feltehetően az éjszakai órákban a Zsolnai úton parkoló Volkswagen ablakát betörték, és eltulajdonították utasteréből a 20 ezer forintos rádiós magnót. Szeretném felhívni a nézők figyelmét arra, hogy a közelgő ballagások során nagyon sok gépkocsi lesz az iskolák körüli utcákban, parkolókban. Kérem, hogy az utastérbe ne hagyjanak műszaki cikkeket, gondolok itt fényképezőgépre, videókamerára, valamint értékes ruhademüket, mert lehet, hogy mire visszatérnek a járműhöz, már csak a hűlt helyét találják. Tegyék inkább a valamivel biztonságosabb csomagtartóba, de legjobb, ha magukkal viszik ezeket a tárgyakat, és nem hagyják a gépkocsiban. Így van, különösen aktuális, hiszen most tele lesz a város autóval a hétvégén. Ez a 200 darab golyóstól, ez nem rossz fogás, életében nem lesz gondja arra, hogy mivel írjon. Régebbi bűncselekmények elkövetői kerültek-e kézre? Igen. Az első nem bűncselekmény elkövetője, az uránvárosi járőrök megtalálták azt a 16 éves fiatalembert, akit a komlói rendőrkapitányság eltűnés miatt keresett, és visszaszállították a gyermek- és ifjúságvédelmi intézetbe. A gyárvárosi ős járőrei pedig
elfogták azt a szemét, akit a Baranya megyei bíróság és a Baranya megyei főügyészség is keresett. Nagyszabadi úr, köszönjük szépen. Bízom benne, hogy nyugalmas hétvégénk lesz nekünk is, és önöknek is. Köszönöm szépen, és bízom benne.